Igazándiból először is szeretném megköszönni azt, hogy a itteni rendezvényen helyt kaphatunk, hiszen én azt gondolom, hogy a délelőtt folyamán nagyon sok értékes információ elhangzott a kínai-magyar kapcsolatokról, elsősorban gazdasági aspektusokat illetően, és hát biztosan fontos az, hogy ezen a hídon, vagy a híd szerepét ne csak a gazdasági kapcsolatok, hanem ahogy már az előbbiekben is Hamar professzor előadásából is kiderült, másfajta kapocsok is összeköthessék. És én azt gondolom, hogy ebben sikerült erre a területre fölkerülni a Pécsi Tudományegyetemnek is. Szerencsés vagyok abban a tekintetben, hogy Hegyi Gabriella professzor asszony elmondta azt, hogy egyáltalán a hagyományos kínai orvoslásnak milyen fajta gyökerei és azok hogy honosodtak meg Magyarországon. És könnyű a helyzetem a tekintetben is, hogyha a Konfuciusz intézetekről kell szólni, hiszen részben elnök úr, részben Hamar professzor úr egészen pontosan ismertették azt, hogy ez a fajta hálózat milyen céllal jött létre a világon. Ugyanakkor mégiscsak nagyon fontos az, hogy lássuk, hogy Európában, a legtöbb országban ugyan jelen van a komplementer medicina, illetve azon belül a hagyományos kínai orvoslás, de mégis küzd azzal a problematikával, hogy a nyugati akadémikus orvoslás miként tekint rá, hogy tudja ezt valamilyen módon integrálni, oly módon, hogy az természetesen elfogadható legyen a nyugati orvoslás számára is. Ebben az esetben a Magyarországon igazándiból a Pécsi Egyetemen adatott meg az a fajta lehetőség, amely befogadó volt abban a tekintetben, hogy a komplementer medicinát fölismerte, hogy szükséges, elismerte, és adott egy olyan fajta akadémiai hátteret, ami egy olyan potenciál, amiből nagyon-nagyon sok minden lehet. Ehhez a Pécsi Tudományi Egyetem Egészségtudományi Kara adott a legutóbbi időkben, és ad jelenleg is, én azt gondolom, hogy elég komoly platformot. És ugyanolyan fajta expanzióról, mint Hamar professzor úr itt beszámolt az oktatók, hallgatók létszámát, illetően az ELTE Konfuciusz Intézetben mi nem tudunk még beszámolni, de hiszen az idejévi alapítás azt gondolom, hogy még ezt nem is tette lehetővé. Azonban fontos már itt kiemeljem azt, hogy az oktatói gárdában, az oktatók között nem csak a kínai nyelvet, kultúrát továbbítani képes szakemberek kell, hogy jelen legyenek, hanem azok a TCM professzorok is, azok a TCM oktatók is, akik autentikusan tudják közvetíteni a hagyományos kínai orvoslást. Ugyanakkor ez nem csak azt jelenti, hogy ezt tudják közvetíteni, hanem egy olyan fajta befogadó közeget is kell hozzá teremteni, aki akadémiai értelemben is fogékony lesz erre a fajta gondolkodásra. Nagyon röviden összefoglaltam azt, hogy igazándiból mi volt ennek az előzménye, és itt újra kell, hogy említsem, és természetesen szívesen teszem Hegyi Gabriella professzorasszony nevét, akinek a közreműködésével azt hiszem talán 12 évvel ezelőtt vált hivatalossá az a kapcsolat a Pécsi Tudományegyetem és az akkor még Tongshani vagy Hebei United Egyetem között, ami azóta a North China University of Science and Technology nevet vette föl, ami megalapozta az első ilyen típusú kollaborációkat, kutatásokat, és aztán lehetővé tette ennek egy szélesebb körű kiterjesztését. Majd eljutottunk abba a kategóriába, amikor igazándiból ezt valamilyen intézményesített formává kellett tenni. Ez volt az a nagy elhatározás és pont, amikor is kormányzati támogatásra, egyetemi iniciatívaként, de a Hanban felé tovább lépve egy pályázat keretében benyújtottuk az igényünket, kérvényünket arra, hogy ugyan még egy kicsit mi sem pontosan tudva, hogy milyen intézetet szeretnénk létrehozni, de minden esetre láttuk azt, hogy a világban léteznek olyan Konfuciusz intézetek, amelyek speciális célokat tudnak megvalósítani, és ha úgy tetszik, akkor a kínai kultúra részeként a hagyományos kínai orvoslás széles értelemben vett továbbítását föl tudják vállalni, és ennek látszott egy lendületet adni, komoly lendületet adni, amikor Bódis József rektor úr, a rektori konferencia elnöke tavaly tél vége felé miniszterelnök úrral Pekingbe látogathatott, és tulajdonképpen ott határozódott el az a közös gondolat, hogy több csatornán keresztül megnyílik a lehetőség arra, hogy a hagyományos kínai orvoslást Magyarországon népszerűsíteni lehessen,
De egy nagyon komoly pont volt az, hogy ahogy elnök úr is a bevezetőben említette, kínai kormányzati támogatással tehessük meg ezt. És ehhez kínálkozott tulajdonképpen az a fajta Konfuciusz Intézet lehetőségként, ami a hagyományos kínai orvoslást viselhette, mint címet, és hát természetesen nem csak címet, hanem tevékenységében magának ennek a területnek a megismertetését, művelését és a képzéseknek a meghonosítását is fölvállalta. Nem volt egyszerű menet ez, és azt kell, hogy mondjam, hogy ma sem az, hiszen, ahogy már volt róla szó, hetedik intézetként létrejönni a világon, az nagyon komoly elvárásokat is jelent a számunkra. Ezeknek az elvárásoknak természetesen igyekszünk mindenféleképpen megfelelni, de biztosan vannak még olyan fajta gyerekbetegségei ennek a fejlesztésnek, amelyeket ki kell nőnünk. Az alapítás hivatalosan 2015. január 1-től datálódik, és ettől működik az intézet, azonban a hivatalos megnyitóra március 27-én került sor, mind a kínai kormányzat képviselőinek, mind a hazai kormányzat szereplőinek a részvételével, ahol már egy sajtótájékoztatón is örömmel tudtunk arról beszámolni, hogy nem előzmények nélküli ez az intézet, hiszen a szakorvos képzésben az eddigiekben is nagyon-nagyon komoly szerepet töltött be. Nagyon röviden az alapfeladatokról, tehát ugyanazok nagyjából lehet azt mondani, mint általában a Konfuciusz intézeteknek, tehát a nyelvi kurzusoknak az indítását azt mi is megkezdtük az egyetemen, ezt egy szélesebb értelembe véve kiterjesztettük különböző életkorokra, így már nyári táborokról is beszámolhatunk, aminek hallatlan nagy érdeklődése volt. Természetesen mi is a kínai kultúra hagyományait ápolva jeles napokat igyekeztünk megünnepelni, ennek szeptemberben volt talán az egyik csúcspontja a Konfuciusz nap, és hát ami nagyon fontos, hogy nekünk feladatunk az is, hogy hagyományos kínai orvoslás számára kurzusokat indítsunk, vagy ebben a témában kurzusokat indítsunk, amit szintén szeptembertől meg tudtunk kezdeni. Itt hadd emeljem ki azt, hogy természetesen nagyon fontosak a kínai oktató kollégák, a kínai TCM oktató kollégák, de legalább annyira fontosak azok a magyar szakorvos kollégák, akik rendelkeznek hagyományos kínai orvoslás kvalifikációval, és tulajdonképpen ők maguk is művelik ezt a tevékenységet Magyarországon. Fontosak azért, mert ők azok, akik értik azt a fajta különbséget, ami a keleti gyógyítási filozófiában és a nyugati gyógyítási filozófiában rejlik, amely ugyan bizonyos pontokon különbség, de mégis annak érdekében, hogy a beteg ellátást a lehető leghatékonyabbá lehessen tenni, szükség van rá. És akkor, amikor a Pécsi Tudományi Egyetem fölvállalta azt, hogy ezt képviseli, akkor maga az egyetem is úgy gondolkodott, hogy valóban szükség van egy kiegészítő tevékenységre, ami nem árt, hanem kifejezetten lehet azt mondani, hogy terápiás jelleggel segíti a betegeknek a gyógyulását. Jövőbeni tervek között kell említsem azt, hogy mi is tervezzük azt, hogy a nyelvoktatást azt további önkéntes oktatókkal fogjuk bővíteni, hiszen a mi régiónkban is nagy szükség van erre. Egyre több általános iskola, középiskola keres meg bennünket azzal, hogy integráns részévé szeretné a képzésének tenni a kínai kultúra és nyelvoktatást, ennek igyekszünk megfelelni. Ugyanakkor, amit itt nagyon fontos kiemelnem, hogy a szakorvos képzésre épülő HKO tevékenységeket, azoknak az oktatását, vizsgáztatását természetesen végezzük, és itt a napokban fog majd sor kerülni egy újabb ilyen szakorvosi továbbképzés keretében szervezett vizsgára. De szükség van arra, hogy megteremtsük a graduális képzési feltételeket is más egészségügyi felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek számára. Ennek az anyagát már gyakorlatilag kidolgoztuk, most tartunk ott, hogy ezt egy olyan fajta akkreditációs eljáráson keresztül vigyük, aminek a végeztével tulajdonképpen kinyitjuk ezt a lehetőséget mások számára is. Ugyanakkor itt és eljött is hadd hangsúlyozzam azt, hogy nagyon fontos mindemellett az, hogy ennek a legitim művelési környezete az mielőbb megteremtődhessen, vagy pontosabban a megteremtődött részek azok lefordíthatóak legyenek a gyakorlatba is, hiszen ez a betegbiztonság szempontjából kellő garanciát ahhoz, hogy igazándiból a nem ártani elvet azt alkalmazni lehessen a betegek üdve érdekében. És természetesen
mi is részt veszünk azokban a hálózatokban, azokban a hálózati munkákban, amelyekről esett szó, és reményeim szerint pénteken, szombaton majd Hamar professzorral én is a következő 10. világkonferencián találkozni fogok, és akkor gratulálhatok az ERTE-nek, az ERTE Konfuciusz Intézetnek ehhez a kitüntető címhez. Fontos az is, hogy az intézetünk volt az, aki az idei évben egy iniciatívát indított el, hogy a Magyar Konfuciusz Intézetek is találkozzanak valamilyen fajta regularitással, pontosan annak érdekében, hogy ezen a területen mi nem kompetitorok vagyunk, hanem egyértelműen egymás támogatásával szeretnénk képviselni azt a célt, amelyet a kínai kormányzat ránk bízott ennél fogva. Úgyhogy tisztelettel köszönöm szépen én is a figyelmüket, és mindenkinek egészséges idei évet és a Feng Shui-ban emlegetett jövő évet kívánok. Köszönöm szépen!